Sziasztok, kedves nézőim! A Himalája víztoronyként működik Dél- és Dél-Kelet-Ázsia számára. Kínában a tibeti autonóm területen több mint 10 folyó ered. Az elmúlt évtizedben India és Kína, a régió két legnagyobb geopolitikai hatalma, a folyók erejének kiaknázása érdekében vízenergia versengésbe kezdett. A Himalájából eredő folyók nem ismernek politikai határokat. Ezek közé a folyók közé tartozik például a Brahmaputra, a Yangtze, a Mekong, a Szatledzs, az Indus, a Szelvin, a Sárga folyó és mások. A Brahmaputra teljes hossza 2937 km, teljes vízgyűjtő területe 651.000 négyzetkilométer. Kínán, Indián, Bhutánon és Bangladesen folyik keresztül. A folyót kínai szakaszán Cangpónak hívják, Indiában Siang Brahmaputra, Bangladesben pedig Jamuna néven ismert. A Brahmaputra mentén élő emberek élete egybeforr a folyóval. A folyó táplálja a Kelet-Himalája viszonylag fiatal és törékeny gazdaságát, a partjain élő sokszínű emberi közösségeket. Az elmúlt években India és Kína tartománya úgy döntött, hogy vízerőművek építésével megszelidíti a Brahmaputrát, vagy ahogy a kínaiak hívják, a Cangpót. Tény, hogy a folyómeder a világon a legnagyobb tengerszint feletti magasságban van. A folyó a Himalája-hegységből ereszkedik le, és Nyugat-Tibet gleccsereiből ered, tengerszint feletti 5000 méteres magasságban. A Yarlung-Cangpo kanyon a világ legmélyebb kanyonja, a magasságkülönbség 1500 méter, így a vízenergia potenciális hatalmas. 2021-ben Kína bejelentette, hogy egy 60 gigawattos óriási gát építését tervezi a folyón, mintegy 100 kilométerre Lászától, a tibeti autonómia közigazgatási központjától. A tervek szerint ez lesz a világ legnagyobb vízerőműve. A GAT projekt már szerepel az ország 2021-25-ös 5 éves fejlesztési tervében. Egy kínai szakértők által elkészített jelentés szerint a Cangpo folyó főága a legbővebb vízhozamú folyó a délnyugat-kínai Tibet autonóm területen mintegy 80 gigawatt, míg a Yarlung-Cangpo kanyon 50 kilométeres szakasza 70 gigawatt potenciállal rendelkezik. Tibet összesen mintegy 200 gigawattnyi vízkészlettel rendelkezik jelenleg, ami Kína teljes vízenergia potenciáljának 30%-át teszi ki. A kínai vízerőmű társaság becslése szerint a tervezett vízi erőmű működése évente 300 ezer milliárd kilowatt tiszta, megújuló villamos energiát biztosítana, és évi 3 milliárd dollár bevételt hozhatna a tibeti autonóm régiónak. A megagát a jövőben háromszor annyi energiát termelhet, mint a háromszúrdok gát, amely Kína és a világ legnagyobb gátja jelenleg. Az ötlet azonban bírálatokat váltott ki tibeti emberi jogi csoportok és környezetvédők részéről. A szakértők aggódnak a Tibetben szentnek tartott folyóra gyakorolt hatások miatt. A tibetiek úgy hiszik, hogy a folyó Gyorgye Pagmo vagy Vajravaraha istennő testét jelképezi, aki Tibet legmagasabb női inkarnációja és a Dalai Láma és Panchen Láma után a harmadik a rangsorban. A tibetiek tisztelik a folyókat, hisznek abban, hogy isteni lényeget hordoznak. Hitük szerint a folyókban még mosakodni is tilos, csak vizet meríteni szabad belőlük és azután otthon megmosakodni vele. Tibet Kínához való csatolása előtt nem voltak gátak pont ezen okból kifolyólag. A folyón építkezni tabu volt. Egy másik komoly főfájás a leendő gát helyén élő emberek áttelepítése. A Cangpo vidéke kevésbé sűrűn lakott, mint a Yangtze folyóé volt, ahol a háromszúrdok gát épült, és amely miatt több mint 1,4 millió embert kellett áttelepíteni. Innen mintegy 14 ezer embernek kell majd elköltöznie. Fontos, hogy a GAT projekt része Kína azon elképzelésének, hogy 2060-ra széndioxid semlegességet, azaz nulla széndioxid kibocsátást érjen el. Ezért számos vízi erőművet terveznek a tibeti autonóm területen is, ezek közül a legnagyobb a Yarlung-Cangpo folyó völgyében épül majd. A hely külön történelmi jelentőséggel bír, itt alakult meg a tibeti államiság. Mivel a kínai gazdaság már most is villamos energia hiánnyal küzd, a megtermelt villamos energiát valószínűleg a fosszilis tüzelőanyagokról a tisztább energiára való átállás során keletkező veszteségek fedezésére fogják használni. De míg Kína azt mondja, hogy külföldön ne épüljenek új széntüzelésű erőművek, addig otthon a széntüzelésű energiatermelés felhagyása fájó téma.
A helyzet sürgető. Kína már 2021 őszén energiaválsággal nézett szembe. Az áramhiány áramkimaradásokat okozott az északi területeken, és a vállalkozásuk, köztük az Apple és a Tesla beszállítói ideiglenesen leállították termelésüket. A közelmúltbeli áramkimaradások a kínai média egyik központi témáját adták. Miközben elismerte az energiaválságok okát, bizonyos régiók hatóságait bírálta. Az északkeleti Liaoning, Chilin és Heilongjiang tartományok áramellátási problémái nem csak az ipari vállalkozásokat, hanem a lakossági szektort és a kulcsfontosságú szociális intézményeket is érintették. Összesen legalább 20 kínai tartományban volt áramszünet, gördülő áramszünet vagy a hatóságok által az áramfelhasználás korlátozására vonatkozó felszólítás. Még az sem mentette meg a helyzetet, hogy 2020-ban új szén- és földgáztüzelésű erőműveket helyeztek üzembe 56,37 gigawatt összkapacitással, ami akkor rekord volt. A médiában már azt pedzegetik, hogy a hatóságoknak valóban választaniuk kell-e a gazdasági növekedés és a kibocsátás csökkentési célok megvalósítása között. A gátépítési terv Indiában is aggodalmakat keltett. Miután a kínaiak bejelentették a gát megépítésére vonatkozó terveiket, az indiai kormány azonnal akcióba lépett. Mindez a Kínával fennálló kapcsolatok instabilitása mellett történik, amely 2020-ban a vitatott határmenti Aksai-Jin régióban történt katonai összecsapás miatt alakult ki. A tervezett megagát pedig mindössze 30 kilométerre lesz az indiai határtól. A kínai állami napilapban a hír megjelenése után néhány órával 2020. december 1-én arról számoltak be, hogy a Kínával határos észak-kelet-indiai Arunachal Pradesh államban egy 10 gigawattos gátépítését tervezik. A projektet vizsgálta az ország kormánya. Egy héttel később a kínai állami tulajdonú Nemzeti Vízi Erőművállalat képviselői közölték, hogy a határmenti államban lévő Szubánszíri folyón épülő 2000 megawattos gát 2022. márciusára működőképes lesz. A bejelentésre a projekt költségeit 3 millió dollárra növelő késedelmek után került sor. Az indiai kormány a 8 határmenti államból álló észak-keleti régiót tekinti az ország megújuló energiaforrásainak egyik fő potenciális forrásának. A Központi Villamosenergia Tanács már 2001-ben 168 nagy vízi erőmű építését tervezte a Brahmaputra folyó medrében 63 ezer megawatt potenciállal. Egy kormányzati jelentés szerint a régió felszíni vízkészlete mintegy 652,3 milliárd köbméter. Ez az ország teljes vízkészletének 34%-a. Az indiai kormány úgy véli, hogy a térségben a vízi erőműgátak segítenek az árvizek enyhítésében, és a tiszta energia alternatív forrását is biztosítják. A vízi energia projektek azonban önmagukban is okoztak már árvizeket a régióban. Ezt bizonyítják az Arunachal Pradesh-i Ranganadi folyón és az Assami Dimahasao-ban lévő Koipligátakkal kapcsolatos nem túl pozitív tapasztalatok. Ami az árvizeket illeti, India hagyományosan vonakodik belátni, hogy a hazai gátak okozták azokat. De felhívja Kína figyelmét arra, hogy a Brahmaputrára történő vízi erőmű építés árvizeket okozhat Indiában és Bangladesben. Mivel Kína, amennyiben a kapcsolatok megromlanak, már pedig a 2020-as határmenti összecsapás után nem a legjobbak, hirtelen felszabadíthatja a határ saját oldalán lévő víztározókban tárolt vizet. Az Arunachal Pradesh-i gát megépítése nagyobb tárolókapacitást teremtene, hogy ellensúlyozza a kínai gátaknak az áramlásra gyakorolt hatását. Másrészt Kína vagy gondoskodhat az indiai határmenti területek elárasztásáról, vagy fordítva, megfoszthatja őket a víztől. A gátépítési projekt által leginkább érintett ország mégsem India. Ez a sűrűn lakott és Kína barát Bangladesh. Tény, a tibeti fennsík gleccsereiből lefolyó édesvíz, amely a régió folyóit, különösen a Brahmaputrát táplálja, mintegy 1,8 milliárd embert lát el ivóvízzel olyan országokban, mint Kína, India, Bhután és Bangladesh. Bangladesh számára azonban a Brahmaputra a legnagyobb édesvízforrás. A vízkészletekre nehezedő és egyre növekvő nyomás valószínűleg Indiába tartó menekültáradatot fog előidézni, ahol már most is több millió illegálisan letelepedett bangladesi él. Ironikus módon a megagátból eredő másik valószínű probléma az aszály. A múltban a Mekong folyón lévő kínai vízi erőművek szárazságot okoztak a folyón lejjebb fekvő folyóparti államokban, amilyen például Myanmar, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa és Vietnám.
Kína, ahogy az várható volt, tagadja az ilyen vádakat. A kínai megaprojekt ezért a két ázsiai óriásállam közötti instabilitás forrásának is tekinthető. Ha más nem is, az a kár, amelyet a gátépítési projekt a kínai népnek és Pekingnek magának okoz, talán elrettenti Kínát. A folyók túlzott mértékű duzzasztása már súlyos károkat okozott a természeti ökoszisztémában, beleértve az éves árvízciklus megzavarását, ami pedig a lerakott Tisza révén hozzájárul a mezőgazdasági területek természetes megújulásához. Idén augusztusban mintegy 400 millió kínai szenvedett katasztrofális csapást, a háromszurdoggátat is veszélyeztető, rekordméretű árvíz miatt. Ha a Brahmaputra megagátja összeomlik, ami alig zárható ki, mivel szeizmikusan aktív területen épül, a folyó gát alatti szakaszán élő emberek milliói halhatnak meg. A nagy himalájai vízgyűjtő területen több ezer gleccser található. Ez Ázsia legnagyobb folyórendszerének forrása. Ezek a folyók a világ lakosságának közel felét látják el vízzel. Ha a gleccserek leolvadása folytatódik, amit Kína ökológiai szempontból katasztrofális tevékenységei felgyorsítanak, az minden nagy folyókkal érintett országban szörnyű következményekkel fog járni. A Brahmaputra gátépítési versenyben való részvétellel Kína és India a folyó ökoszisztémáján túlmutató negatív környezeti hatásokat fognak okozni, és veszélybe sodorják a folyótól függő több mint 100 millió ember megélhetését. Nehéz megmondani, hogy hol van az igazság. Közben a gátakat távoli völgyekbe és mély hegyi szurdokokba rejtik el a szemek elől. A gazdasági fejlődés és a környezetvédelem közötti végtelen harc most ott zajlik. Mára ennyi, kedves nézőim. Nyomjatok egy lájkot, ha újat hallottatok, írjatok megjegyzést, hamarosan találkozunk. Sziasztok!